2018. március 30-án kezdődtek a palesztin tüntetések a gázai övezetben a kerítésnél. A palesztinok követelik azt a jogot, hogy visszatérhessenek a földjükre, valamint a 11 éve tartó izraeli blokkád végét. Március óta több mint 220 embert öltek meg izraeli katonák, és mintegy 24 ezeren sérültek meg. Malaka környéke a tömegtüntetések egyik központi helyszíne a gázai övezetben. Minden pénteken a palesztinok megrohamozzák a kerítést. Nők, gyerekek és teljes családok gyűlnek össze itt. Van, aki csak nézi az eseményeket, mások viszont meg is sebesülnek. Biztonsági okokból 800 méternél közelebb nem mehettünk a kerítéshez. Itt van nem messze az egyik első segélysátor. Új sebesült érkezik. A lábán lőtték meg. 16 éves. Nyílt seb és törés. Nem tudjuk, hogy van-e érrendszeri vagy idegi sérülés. Itt stabilizáljuk a beteget, aztán kórházba küldjük. A feldühödött akciók nem csitulnak. Az itt ellátott sérültek mintegy felét tovább küldik, ami komoly megterhelést jelent a kórházak számára. 10 trauma központot állítottak föl sátrakban. Az Európai Humanitárius Segélyszervezet finanszírozta, és a WHO is támogatja őket. A múlt hónapban az áldozatok többsége a lábán sérült meg. De korábban sok áldozatot hoztak ide, akiket a felső testükön, a mellkasukon, a nyakukon vagy a fejükön lőttek meg. Iszámot átvitték az Al-Sifa kórházba. Itt látogattuk meg. A lábát amputálni kellett. Fogtam a kerítést. Takartam két barátomat, akik átvágták a szöges drótot. Valami történt, de nem láttam semmit. A lábam egy része, mintha elrepült volna, és valami megütötte a hasamat. Minden pénteken részt veszek a tüntetéseken. Be vagyunk kerítve, megszállás alatt állunk. Támogatnunk kell egymást, mert tudjuk, hogy megsérülhetünk, de meg kell hozni ezt az áldozatot. Mohamed egyike annak a mintegy 100 embernek, akik elveszítették egy végtagjukat a tüntetések alatt. A gázai kórházak tele vannak a demonstrációkon megsérült emberekkel. A traumatológiai esetek nagy száma, nagy terhet ró az amúgy is az összeomlás szélén álló egészségügyi rendszerre. Az egészségügyi rendszer Gázában évek óta hiány szenved, már a gázai övezet blokkádja miatt is. Hiányciknek számítanak az alapvető életmentő gyógyszerek és eszközök, valamint nincs elég szakképzett személyzet sem, akik el tudnák látni a pacienseket. Mióta a tüntetések eszkalálódtak, az Európai Unió növelte a támogatását a sürgősségi ellátás, az orvosi eszközök és a speciális személyzet képzése terén. De a súlyos sérülteknek hosszú távon is több támogatásra van szükségük. Ez tűnik a legnagyobb kihívásnak. Hány embernek lesz szüksége hosszú távú ápolásra? Nagyjából 5000 olyan emberről beszélünk, aki a lábán sérült meg a tüntetések alatt. Ebből 400-500 betegnek végtag rekonstrukciós műtétre van szüksége, ami további mintegy 7 műtétet jelent, és 3 év rehabilitáció. Így az EU támogatni fogja ezt a hosszú távú egészségügyi ellátást speciális kórtermek felállításával, ahol el lehet végezni a végtag rekonstrukciót és az operációt. Utáni ellátást. A gázai övezet déli részére utaztunk Khan Yunisba, hogy találkozzunk egy rehabilitációs beteggel. Ali áprilisban sebesült meg, a tüntetések második péntekén. Csont átültetésre szorult, de sem Izrael, sem Egyiptom nem engedte ki őt a gázai övezetből. من خبطتني جتني زي ما انت شايفه هي
A könygezgránát itt talált el. A szájpadlásomnál állt meg. Minden fejre állt körülöttem. Szédültem. A kezemet az arcomra szorítottam, és láttam, hogy véres a föld. Éreztem, hogy a csontom eltűnt. Alit kétszer műtötték. Az orvosok fájdalomcsillapítót írtak föl az állandó fájdalomra. Nem tudok olyan normális életet élni, amilyet azelőtt éltem. Azt szeretném, hogy legalább kenyeret tudjak enni. Hiányzik a kenyér. A Han Yunisi klinikán mintegy 200 beteget kezelnek. A tüntetések óta a páciensek száma 20%-kal nőtt. A Medicine du Monde szervezet több kórházat is támogat a gázai jövezetben uniós alapok segítségével. A sürgősségi és traumatológiai esetekre fókuszálunk. Arra, hogy úgy fejlesszük a klinikát, hogy el tudják látni a sebesüléseket és a műtéti utókezelést is. Annyi mindent próbálunk biztosítani, amennyit csak tudunk, így a betegek ellátása ingyenes. De még így sem tudjuk a 100%-ot lefedni. Ali ott volt az első két pénteki tüntetésen márciusban és áprilisban. Azt mondta, egy békés tüntetésen vett részt, az emberek fegyvertelenek voltak. Nem gondolta volna, hogy itt végzi. Úgy 300 méterre lehettünk a kerítéstől, és mégis megsérültem. A legtöbben 5-600 méteres távolságban sebesültek meg. A gázai jövezetben élők mintegy feléhez hasonlóan Alinak nincs munkája, és 5 családtagja közül egyiknek sincs állandó munkája. A napi élet küzdelem a gázai jövezetben. A gazdasági feltételek nagyon nehezek itt, nincs semmink, ez váltotta ki a tiltakozást. Szabadságot akarunk és a blokkád végét, dolgozni akarunk, hogy olyan életünk legyen, mint bárki másnak. A gázaiak elszigetelten élnek. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás kihívást jelent. Nem csak azoknak, akik most sérültek meg, de azoknak is, akik krónikus betegségben szenvednek, mint például a rák vagy a cukorbetegség.